Az egésznapos rendezvény ezúttal is a Roham labdarúgó klub pályáján zajlott. A disznópörkölt főző versenyen 18 csapat mérte össze a tudását. Közben a tűzoltók gondoskodtak arról, hogy a nagy hőség elviselhetőbb legyen, amit elsősorban a gyerekek élveztek. Egy délelőtti programunk nagyon tömeges volt, ahol mindenki élvezte, tehát a kicsiktől, legkisebbektől egészen a legidősebb korosztályig, tehát ahogy mondtam, elszármazottak is vannak itten elég szép számban, helyiek is megjelentek itten nagyon szép számban, ugyanúgy vannak itt a környékbeli településekről is képviselők, tehát emberek, és mindenki jól érezte magát itten ez a mai délelőtt folyamán. És reméljük, hogy ez a program következő részében is ugyanígy fog, ilyen tömeges fog lenni. A Csernyei Korom Andrea másfél éve Írországban él a párjával, jól érzik magukat a tengerpart mellett. Mint mondja, most nagyon jó kint, de évente többször is hazajárnak. Itthon lenni, mikor teli van a szívem, mikor még az utcán ismerök mindenkit, mindenkinek tudok köszönni. Hát hazajárni, hogy évente háromszó tudok. Ha tudok, akkor megpróbálom négyszer, de háromszó inkább. De viszont amikor tudok, akkor ha tudok 10 napra, 12 napra, ahogy engedi a munkahelyem. A nagyszénásiakat és a magyar csernyeieket immár több mint 5 évtizedes testvértelepülési kapcsolat fűzi össze. Baráti kapcsolatok jöttek létre, amelyeket mind a mai napig ápolnak. Az idei esztendőben egy 3 fős delegáció érkezett Nagyszénásról. Ennek a kapcsolatnak az az alapja, hogy valamikor elődeink mindnyájan a történelmi Magyarország lakosai, polgárai voltak, és ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindnyájan magyar földön élünk, ugyanúgy a magyar csernyeiek és ugyanúgy a színásaik is. A kultúrműsorban énekesek és citerások léptek fel, az est fénypontja pedig Zoltán Erika magyarországi énekes teltházas koncertje volt, amelyre a környező településekről, sőt Vajdaság távolabbi részeiről is érkeztek nézők.